Országosan is egyedülálló szintű energetikai fejlesztést hajtottak végre az Alba régi a sportcsarnokban. Egy olyan korszerű rendszert telepítettek, amely a napelemek által termelt energiát képes tárolni és optimalizáltan felhasználni. Az energiatárolók előnyei közé tartozik, hogy bármilyen módon előállított energiát el lehet vele raktározni akkorra, amikor a tényleges felhasználásban arra szükség van. Cserpalkovics András polgármester a beruházás bemutató sajtótájékoztatón kiemelte, környezetvédelmi és üzemeltetési szempontból is előrelépést jelent az energiatárolós rendszer. Közel 450 millió forintos energiahatékonysági, energiakorszerűsítési fejlesztést tudtunk az Arév csarnokon elvégezni. Ugye a klub működtetésében van a csarnok, viszont a város egyrészt a tulajdonos, másrészt az üzemeltetési költségek egy részét ugyanúgy az önkormányzat finanszírozza. Nagyon nem mindegy tehát fenntarthatósági szempontból, környezetvédelmi, pénzügyi szempontból, hogy tudjuk az energia felhasználást csökkenteni. Ezzel a jelentős összeggel azt gondolom, hogy sok mindent el tudunk érni. Balázs Imre, az Alba régió SC elnöke úgy fogalmazott, a mai felgyorsult világban fontos a környezettudatos gondolkodás és a környezetkárosítás kivédése. Ez minden ember érdeke, ebből pedig nem maradhat ki a sportolói közeg sem. A csarnok van egy folyamatos áramfelhasználása, amely ezáltal ugye optimalizálható, tehát nyilván a rendszer tud, okos rendszerként tudja azt, hogy a napi szükségleteket biztosítja. Azon kívül, amikor a megtermelt napközben megtermelt energiát eltárolva, akár a délutáni vagy esti mérkőzéseken, akár a világításra, akár a klímára, bármire tudunk fordítani, amit eddig igazából nem tudtunk megtenni, mert a költségeit nem tudtuk igazdálkodni. A rendszer áramkimaradás esetén is tovább tudja működtetni az energiát igénylő folyamatait, valamint az sem okoz gondot, ha az áram egyenlőtlenül érkezik a hálózatra, hiszen a tárolókból mindig egyenletesen vételezhető az áram. A tárolók kapacitása később tovább bővíthető, a szerkezet pedig kifejezetten jól bírja a hideget és a meleget is.